Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Poloska csapda készítésén dolgoznak a Magyar Tudományos Akadémia kutatói. Azt próbáljuk lemodellezni, hogy ezek összegyűlve agregáltan telelnek. Ha ezt meg tudjuk csinálni úgy, hogy egy gyorsan megsemmisíthető mesterséges telelőhelyet alakítunk ki, akkor bárki a saját környezetében jelentősen csökkenteni tudja a poloskáknak. Elstartolt az Európai űrügynökség Merkur szondája. Közel van a naphoz, és a napsugárzás hőhatása elég nehéz mérnöki problémákat eredményez. Mert az egyik oldalon, ahol süti a nap, ott akár 450 fokot is elérhet a hőmérséklet. Amikor árnyékban van, akkor mínusz 170 fok körül hőmérséklet alakul ki. Tehát itt erős hőmérsékletváltozási tartományban kell megoldani az elektronikák működését. Poloska csapda készítésén dolgoznak a Magyar Tudományos Akadémia kutatói. Az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének igazgatója az Inforádiónak elmondta, egy olyan, feromonnal átitatott, mesterséges telelőhelyet hoznak létre, amely könnyen megsemmisíthető. Konstján Jenő hozzátette, szorgalmasan keresik a spanyol meztelencsigák elleni védekezés hatékony módszereit is. Herceg Zsolt interjúja. Két külön fajról van szó, két külön eredettel. A vándorpoloska egy afrikai eredetű faj, kelet-ázsiai eredetű pedig a márványos poloska. Mindegyik teljesen más körülmények közül származik, teljesen más körülményekhez alkalmazkodott, teljesen másképp is viselkednek. A nyár végén a paradicsomokat például a vándorpoloska hihetetlen egyedszámban lepte el, és okozott jelentős károkat. Most viszont, ami inkább problémát okoz, az a márványos poloska, amely előszeretettel húzódik be ezekbe a lakásokba. Emberre egyik sem veszélyes, ugye? Nyugtasson meg mindenkit. Nem veszélyesek emberre sem. Egy másik inváziós fajnál volt egy olyan tapasztalatunk, hogy véletlenszerűen megszúrt ember. Minimális esély van rá, hogy az ember ilyennel találkozon, szemben a vérszívó poloskákkal, amelyek az elmúlt időszakban azért szintén hatalmas problémákat okoznak. Mit lehet tenni ellenük? Igazi túlélő művészeknek tűnnek, az egyik ismerősöm másfél óráig 60 Celsius fokon mosta a ruháit, és egy véletlenül oda keveredett poloska vígan tovább sétált utána. A mechanikai elpusztítást tudom javasolni, tapossunk rá, ne legyünk humánusak, hiszen ezeknek semmi keresni valójuk nincsen a mi területünkön, tönkreteszik a mezőgazdasági terményeinket, zavarják az embereket, ráadásul még büdösek is. Miért szaporodtak el ennyire? Mi ennyire jó nekik az emberi környezetben? A táplálék elsődlegesen. Valószínűleg itt olyan úgynevezett üres nisseket találnak, amelyeket más fajok nem töltöttek be. Ez mind táplálék szempontjából, mind szaporodás szempontjából szabad helyeket jelenthet, és ezeket ők kihasználják, gyorsan elterjednek. Táplálék az többivel van, hiszen ezek a fajok széles táplálék spektrummal rendelkeznek, kvázi bármit meg tudnak szúrni és szívogatni. Elég a paradicsomra gondolni, de tökféléktől elkezdve a gyümölcsökig mindent megpróbálnak, és azáltal, hogy ha már rá is kerülnek egy gyümölcsre vagy egy zöldségre, nagyon sokszor a szúrástól csúnya lesz és eladhatatlan, de ha rákenik ezt a védekezési váladékokat, amelyet nagyon kellemetlen szaga van, a terménynek az ide sem lesz megfelelő, fogyaszthatatlanná válik. Mostanában mindent a klímaváltozás számlájára írnak, ezt is? Biztos, hogy van szerepe annak, hogy egy feltehetően Etiópiából származó faj Közép-Európában ilyen jól érzi magát, biztos van ennek szerepe. De a Magyar Tudományos Akadémia most azt írja a közleményében, hogy dolgoznak egy poloska csapdán. Tényleg? Így van. Azt próbáljuk lemodellezni, hogy ezek összegyűlve agregáltan telelnek. Ha ezt meg tudjuk csinálni úgy, hogy egy gyorsan megsemmisíthető mesterséges telelőhelyet alakítunk ki, akkor bárki a saját környezetében jelentősen csökkenteni tudja a poloskáknak. Ez a poloska csapda egy olyan, mondjuk így lakossági eszköz lesz, amit például én is kihelyezhetek az erkélyemre, és megoldja ezt a problémámat? Igen, ez egy olyan dolog lesz, amihez bárki könnyen és egyszerűen hozzá tud jutni, kiteszi az erkélyére, ablakába, a kertjébe, és akkor ilyenkor nem a lakásba mennének a poloskák, hanem remélhetőleg ezekbe a csapdákba húzódnának be. És az anyag az olyan anyag lenne, hogy ha meggyűltek a poloskák utána, akár a kályhába, a kandallóba, a nyílt tűzbe beledobva, az összeset meg lehet semmisíteni, vagy nagyon odacskó bekötve őket, majd lehet az összeset semmisíteni. Ebben lesz valami csali, amit szeretnek a poloskák? Az a tervünk, hogy a telelőhely típust modellezzük, hiszen sokszor nem kell semmi csali, amihez bemennek ezekre a helyekre, de mivel az egyik fajnak ismert az úgynevezett aggregációs feromonja, vagyis ami segíti azt, hogy egy helyre gyűjjenek össze, meg kell összehasonlítani, hogy a telelőhelyeket lehet ezzel maximalizálni. Ez az aggregációs feromon, ez segít abban, hogy a mi általunk kirakott telelőhelyekre húzódjanak be.
mikor lesznek kész vele? A pályázatunk az egy évvel ezelőtt indult. Én nagyon bízom benne, hogy 2020-ra, mire a pályázat befejeződik, egy prototípust már le tudunk tenni az asztalra. Gyerekre, kutyára, más házi állatra veszélyes lesz ez a csapda? Nem, mi csak olyan csapdatípusban gondolkodunk, amely az embert, házi állatot, a természetes fajokat sem veszélyeztet. Visszajelzések alapján az úgynevezett spanyol csiga is nagyon nagy számban elterjedt, és a károkozása is jelentős. Mit kell tudni erről a fajról, és lehet-e tenni valamit ellene? A spanyol csiga nálunk szintén egy aktív projekt. Egy évvel ezelőtt érkezett hozzánk egy csigakutató kolléga, akinek az egyik fő profilja, hogy ebben valamit tudjon lépni. Az elmúlt időszakban a Facebookon volt egy felhívás, amely a két házas inváziós csigafaj felmérését tűzte ki célul. Most zajlik az egyetlen a felmérés ennek, hogy ez az úgynevezett spanyol mesztelen csigát, Darwin lusitanicus teszt, egyetlen hol fordul elő és milyen egyet számban. Amikor ez megvan, akkor onnantól kezdve lehet elkezdeni gondolkodni rajta, hogy hogyan lehetne magát a fajt visszaszorítani. Ez egy nagyon zűrös faj, valószínűleg, hogy itt nem arról a spanyolországi fajról van szó, amit hívunk, hanem egy másik fajról, amely hirtelen szintén invazívvá vált, és azáltal, hogy ez egy nagy termetű állat, viszonylag jelentős károkat tud okozni kis kertekben, nagyobb kertekben, mezőgazdasági területeken. Tehát ezzel is foglalkozunk, de ez az egész ez most indult el fiatal kutató és a már említett csigász kolléga segítségével. Reméljük, hogy hamarosan ebben is tudunk majd érdemi dolgokról beszámolni. Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik Tancsa Emmától. A távoli országokba tett utazások legmaradandóbb emlékei, érzelmek, benyomások formájában élnek tovább bennünk. Vajon fizikailag is el kell látogatnunk a katalógusok álomhelyszíneire, hogy megéljük és elraktározzuk ezeket az élményeket? Nos, agyunk működésének sajátosságai és a virtuális valóság legfrissebb technológiai újításai hamarosan lehetőséget adnak rá, hogyha kedvünk tartja, akár a négy fal között is élménygazdag utazásra induljunk. Gondoljunk csak arra, hogy amikor elkalandozik a figyelmünk, szinte észre sem vesszük a körülöttünk lévő világot. Inkább múltbéli emlékeket hívunk elő, vagy elképzelt jövőbeli történéseket generálunk. Ezek a képzeletbeli események azonban bizonyos értelemben nagyon is valósak, hiszen ábrándozás közben az agyunk ugyanazokat az idegpályákat használja az információ feldolgozására, mint amikor a körülöttünk lévő világból érkeznek az ingerek. Így az ábrándozás hasonló érzelmeket képes gerjeszteni, mint a mindennapi élet. És ugyanez az agyi rendszer segít abban is, hogy a virtuális világban megélt kalandokból valós érzelmi szuveníreket hozzunk haza. A demencia kialakulásában csak kis részben okolható az öröklődés, hátterének nagyobb része ismeretlen. A Cambridge-i Egyetem friss kutatása szerint a neurodegeneratív megbetegedések, mint például az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór kialakulásának egyik magyarázata a DNS-ben bekövetkező spontán mutáció lehet. A kutatások alapján a betegségek gyökere az anyamében fejlődő embrióig nyúlik vissza. Feltevésük bizonyítására 54 ember 173 szövet mintáját elemezték. 10 közülük egészséges volt, 20-20 ember Alzheimer-kórban vagy demenciában szenvedett. 27 egészséges és betegséggel küzdő ember szövetmintáiban egyaránt találtak spontán mutációt a testi sejtek genomjában. A mutációk többnyire születésünk előtt agyunk fejlődésekor alakulnak ki. A kutatás arra is magyarázatot adhat, miért nincs két ugyanolyan megbetegedés Parkinson és Alzheimer korban szenvedő beteg esetén, ugyanis az agysejtek eltérő mintázatait érintő mutációk különböző tüneteket eredményeznek. Most az Inforádió hírei következnek. Hamarosan visszajövünk. Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Elstartolt az Európai űrügynökség Merkur szondája. A küldetésről és annak magyar vonatkozásairól a műholdon dolgozó egyik magyar tudóssal, Szalai Sándor professzorral, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársával beszélgettem. A Beppi Colombo egy olasz csillagászról lett elnevezve, aki megoldotta, illetve az elméleti alapjait lerakta, hogyan lehet a bolygó gravitációs terét felhasználni űrszondák gyorsítására. Miért kell ezt tenni a Beppi Colombónál? Azért, mert belső bolygó a Merkur, és gyorsabban kering a nap körül, mint a Föld. Tehát fel kell gyorsítani az űrszondát, hogy szinkron pályára tudjon vele állni. Ugyanakkor nagyon veszélyes
amiatt, hogy a nap közelben van. Megfigyelni is csak napnyugtakor lehet egy rövid ideig, meg napkeltekor. Tehát a nap közelébe jutva le is kell fékezni. A szonda egyszer a Földnél, kétszer a Vénusznál, és 6-szor a Merkurnál fog gravitációs lendületet kapni, illetve lefékeződni. Tulajdonképpen a Merkur egy bolygók közül viszonylag egyik legkevésbé ismert bolygó, pont ilyen okok miatt csak 2 NASA szonda járt a Merkurnál, a 70-es évek közepén a Mariner 10, amelyik bizonyos információkat adott, de 7 évig keringett a másik NASA szonda 2008-tól 2015-ig a Merkur körül egy hosszan elnyúlt elliptikus pályán. A Beppi Colombo 2008-ban dőlt el, hogy egy ilyen űrszondát tervez az Európai űrügynökség. Ennek az akkori indítását 2013-ra tervezték egy szovjet Soyuz fregat rakétával. Ekkor is 6 évre volt számolva az átrepülés idő. Többszöri halasztás után Kourouból, a francia gyarmaton van az ISA, Európai űrügynökségnek a űrindító állomása, és Ariane 5 rakétával indult. Ez egy elég költséges misszió, 700 millió euróba fog kerülni várhatólag. Hogy a költségeket csökkentsék az európai intézmények részére, és a kutatási kihozatal minél több legyen, 2 részből áll a szonda. Az egyik a Merkur Planetári Orbiter néven, ez 11 műszert tartalmaz, és európai intézmények fejlesztik, részben amerikai beszállás is van, valamint Oroszország részéről is van bizonyos műszerekbe részvétel. A másik része, amelyik a magnetométer orbiternek, MMO-nak nevezik, az a japán JAXA fejlesztésű, és csak 5 műszer tartalmaz. Említette, hogy 2011-ben a NASA már Merkur körüli pályára állított egy műholdat, amely nagyon sok fényképet készített a bolygóról. Mennyivel fogunk most többet megtudni erről a bolygóról, mint amit 2011 óta tudunk? Hát egy alaposabb felszínkutatás lesz, a légkör analizálása, a felszín részletes feltérképezése és anyagi összetételét fogja vizsgálni. A Merkur átlagsűrűsége a bolygók közül a második, éppen hogy a Föld sűrűségénél kisebb 5,4 gram per köbcentiméter, és ezeket a felszíni átalakulásokat, mivel nincs állandó légköre, viszonylag gyenge légkipárolgás van, ezért nem is nevezik légkörnek, amelyik a Merkur felszíne fölött van, hanem exoszférának, és ebben zajló folyamatokat fogja részletesen vizsgálni. Magyar közreműködők voltak a projektben? Igen. Tulajdonképpen 4 intézmény, az egyik a Wigner Fizikai Kutatóközpont, amihez csatlakozott, illetve felkérte a SGS Kft-t, Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a kutatócsoportja, az űrkutatócsoport, ő pedig a BL Electronic kis Kft-vel dolgozott együtt. A Wigner Kutatóintézet a MMO szondának 11 műszerek közül a Serena nevű műszeregyüttes érzékelőnek az egyik műszerében vett részt. Az a gyakorlat a nemzetközi együttműködésekben, hogy bizonyos specializálódások kialakulnak, és hát azon a területen a műszer létrehozására meghívják az adott intézményt vagy kutatótársaságot. A Serena műszer együttes a felszíni vizsgálatot végzi, 4 érzékelője van, az egyik érzékelője egy ion tömegspektrométer, amely tulajdonképpen fényképezőgépként működik a töltött részecskék számára, és a felszíni ionizációs folyamatok láncolatát fogja kutatni. Ennek az a neve, hogy planetári ion kamera, PICAM nevű műszer,
ennek a műszernek a vezető kutatója az ausztriai Grazi Kutatóintézet, és a Wigner Intézet készített ennek a műszernek egy speciális tápfeszültséget biztosító rendszer, amelyik elég bonyolult volt. Az előbb nem említettem, hogy a Merkur látogatásánál az is problémát jelent, hogy közel van a naphoz, és a napsugárzás hőhatása bizony elég nehéz mérnöki problémákat eredményez. Mert az egyik oldalon, ahol süti a nap, ott akár 450 fokot is elérhet a hőmérséklet, amikor árnyékban van, akkor mínusz 170 fok körüli hőmérséklet alakul ki. Tehát itt erős hőmérsékletváltozási tartományban kell megoldani az elektronikák működését. A SGF Kft. Pedig az űrszonda szimulátorát hozta létre, amely lehetővé teszi, hogy mielőtt még összeszerelnék az űrszondával, működését tesztelni lehessen, tehát olyan elektromos jeleket szolgáltat, parancsokat küld, fogadja a mérések eredményeit és megjeleníti, hogy ez egy használható, jó működőképes eszköz. A Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig a másik szondára, amelyiket a japánok, a JAXA űrügynökség tervez, abban készített egy plazma hullámmérő rendszerhez fedélzeti szoftverrészt. Az űrszonda 9 milliárd kilométer távolságra megy el a Földtől. Ilyen távolságból a kommunikáció mennyire okoz problémát? Az Európai űrügynökség szondája az 50 kilobit per szekundumos sebességgel fogja továbbítani a mért adatokat. A japán szonda csak 5 kilobit per szekundummal egy tized sebességgel. Azon kevesebb műszer is van, kisebb ökölharc folyt, hogy úgy mondjam, a telemetria kapacitás kisajátításáért. Milyen időtartamra tervezik a küldetést? A szonda élettartamának az a terve, hogy legalább egy évig, a követelményeknél az volt, mint kikötés, hogy egy éves élettartamra fog. Ez azt jelenti, hogy mivel 88 nap, földi nap a keringési ideje, egy földi év alatt 4 nap körüli keringést tesz meg majd a szonda. De az az elképzelés, hogy ha minden rendben működik, akkor egy további évvel meghosszabbítják a működését. A Cassini szondánál is ugyanez volt, hogy 3 évre tervezték, aztán többször meghosszabbították, amint egyértelmű volt, hogy az elektronikák kiválóan működnek. Csak az üzemanyag fogyott el, amivel a pályát szabályozták és stabilizálták a mérési céloknak megfelelően. Itt is hát több paraméter fogja korlátozni az élettartamot, azon kívül, hogy esetleg műszaki hiba problémát okoz, hogy a földi üzemeltetés is költséget jelent, meg hát a pályakorrekciós hajtómű üzemanyaga is elfogyhat. Talán nem is illik ilyet kérdezni, hiszen igazából még csak a kilövésnél tartunk, de mi lesz a vége? Ugye volt olyan űrszonda, amit bevezettek a bolygóba, megsemmisítették semmilyen. Hát a Cassininél ez volt. Valószínűleg, hogy a Beppi Colombo szonda is a Merkur felszínén fogja végezni. A felszíne az nagyon hasonlít a holdunkéra, kráterek vannak, és hasonlóan azt gyanítják a kutatók, hogy az északi és a déli pólusánál a kráterekben, ahová a napfény nem jut be, vízjeget vagy esetleg kéntartalmú felszín lesz. Meg szeretném jegyezni, hogy a Merkur jelentősen különbözik a Földtől. Nincsenek évszakok ilyen értelemben, mint a Földnél van, mivel a Merkur forgási tengelye gyakorlatilag merőleges a pályasíkjára. 100 fokkal tér el csupán a pályasíktól, amíg a Földnél ez 23,5 fok. Keringési ideje, ahogy említettem, 88 nap, viszont a tengelyforgás ideje az 59 nap, mármint földi nap. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt,
egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.